tavalyi Batasiki Bornapok egyik sztárja a Lord zenekar volt, akinek koncertjére a környékről is ide utaztak a rockzene barátai. Mert hogy a 4 éve futó rendezvény első napja mindig a keményebb műfaj barátainak szól. Nem lesz ez idén másként sem, hiszen kialakult el alatt az idő alatt egy jól bejáratott forgatókönyv, melyben csak, idézőjelben, a szereplők változnak. Már csak néhány nap is kezdetét veszi az idei rendezvény. A tér átalakításán, kialakításán, szépítésén dolgoznak a szakemberek. A program kész, mindenki kedve szerint sem egészhet belőle, hiszen minden korosztály és ízlés talál magának valót benne. 4 évvel ezelőtt, amikor elindult a program, akkor igencsak remegőt érdekkel álltunk ott az első napon, hogy vajon hogyan fog sikerülni, hogyan fogják fogadni majd a bátaszékiek, vagy a település környékén élők. És már az első rendezvény után az a visszajelzés jött, hogy igen, erre szükség van. Ezt igénylik a bátaszékiek, igénylik a bátaszék környékiek. És szépen lassan a 4 év folyamán sikerült egy olyan fesztivállá felfejleszteni, ami tényleg egy együttérzésről, egy közösséghez való tartozásról, egy nagyon jó hangulatú rendezvényről szól. Sikerül évről évre olyan programokat, fellépőket idehozni Bátaszékre, ami kiszolgálja a Bátaszék és Bátaszék környéki igényeit, a 18 éves korosztálytól egészen a 99 éves korosztályig, hiszen mindenféle zenei műfajban láthatnak fellépőket. Nagy összefogás kellett ez a rendezvényhez. Összefogás egyrészt a város lakók részéről, a szervezők részéről, hiszen egy ilyen 3 napos rendezvény nem kevés munkával jár, de a visszacsatolások azok mindig új erőt adnak a rendezvény megszervezéséhez. Összefogás kell az anyagiak megteremtéséhez is, mert nem olcsó egy ilyen rendezvény, de bátaszéki vállalkozók első szóra jönnek és támogatják ebben az esztendőben is közel 30-an ezt a rendezvényt, tehát anyagilag is sikerült megmozdítani a települést. És hát ugye ez alapvetően a gasztronómiáról, a bor gasztronómiáról szól. Ugye Bátaszék a szekszárdi borvidék egyik meghatározó térsége, hiszen nagyon sok szőlőültetvény található itt. Talán azt lehet mondani, hogy a szekszárdi borvidék 2/3 a bátaszéki hegykőség területén van. A célunk ezzel is az volt, hogy a bátaszéki borászok számára adjunk egy újabb megjelenési lehetőséget. A bátaszéki borokat és természetesen a szekszárdi borvidék borait próbáljuk egy kicsit még jobban népszerűsíteni. És úgy gondolom, hogy elértük azt, amit szerettünk volna a 4 év folyamán. Egy olyan rendezvény, amit a bátaszékiek is nagyon szeretnek, de egyre többen látogatnak ide megyéből, sőt a megyehatáron túlról is. Gasztronómiai szempontból is tökéletes, és a kicsitől a nagyig mindenki talál magának valót. Pénteken este kezdődik a dübörgés, idén is különleges fellépővel. Ebben az esztendőben is velünk lesz az Idióták nevű zenekar, illetve hát a nagy durranás és produkció az Attila Fiai Társulat lesz. Ők azok, név szerint mondjuk, hadd soroljak néhányat közülük, Rudán Joe, Kalapács József, Varga Miklós, Szűcs Antal Gábor, a Kormoránból, a Fél Együttes, a Női Gárda, akik a legnagyobb rockballadákkal fogják szórakoztatni a közönséget, de a Neon Verebek 24 órától kezdődő dzsamboriára is szeretettel invitálunk mindenkit. A szombat első része mindig a folkloré és a hagyomány őrzésé, ennek megfelelően a bírói pár kikérését követően a szüreti felvonulásra számíthatnak a bátaszéken élők, illetve a városba a bornapokra érkezők. 15 órakor a Romkertben kezdődik meg második Géza koronázása. Én azt gondolom, hogy ez egy irtozatosan nagy kuriózum, és szívből ajánlom és barátsággal mindenkinek, hiszen korhű jelmezekbe öltözve, korhű szövegekkel, zenével idézzünk meg a középkorból egy olyan jelenetet, amelyet élőben szerintem az emberek zöme nem látott. 16 órakor veszi kezdetét a színpadon a programsor egyébként a szombati napon, és a folklór elemeket követően olyan fellépők lesznek a vendégeink, mint Pál Dénes vagy Tolvaj Reni, és a szintén zenei tehetségkutatóból ismerős Gál Csaba Bugi fogja elhozni a zenekarát, akik pedig hajnalig tartóan húzzák a talpalávalót. A vasárnap a Star Dumpingé, először a Best Street Team cineresztés csapata fogja szétrobbantani a színpadot, majd szintén a rendezvény hagyományaihoz hűen a retro jegyében hódolunk egyébként a régi idők zenéjének, ezzel is igyekezvén megszólítani az idősebb generációt. Ebben az évben a bátaszéki bornapokon az Apostol együttes lesz a vendégünk a retro jegyében, majd szintén jön a Star Dumping, méghozzá Janicsák Vecea és Kökény Attila személyében, de azt gondolom szintén garancia lehet a jó kedvre és a jó hangulatra a vasárnap este 8 órakor kezdődő Molnár Ferenc Karamell élőzenés nagy koncertje. Pénteken délutántól tehát 3 napig mindenkit vár Bátaszék,
a 4. Bornapok rendezvényén.